Tisztelt Püspök Atya, kormány megbízott hölgyem és urak, helyettes államtitkár asszony és helyettes államtitkár úr, illetve megyei elnök asszonyt is szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy ilyen sokan érdeklődnek ez iránt, a téma iránt, hiszen olyan gyerekekről, fiatalokról kell gondoskodnunk, akiktől az élet sok mindent elvett. Sokszor elvette a családját, sokszor elvette a testvéreiket, szüleiket, és ezáltal az államnak kell gondoskodni, vagy pedig civil szervezeteknek, egyházi szervezeteknek kell gondoskodni róluk. Éppen ezért, ha megengedik, egy kicsit távolabbról kezdeném a dolgokat, azért, hogy beágyazzam ezt a programot a munkába, amit az elmúlt közel 3 évben megtettünk gyermekvédelem területén. Néhány számot azért említek, mert érdemes tudni, meg talán az önök munkáját is segíti azt, hogy közel 21 ezer gyermek és fiatal van ma Magyarországon gyermekvédelemben, és ezek közül 12.900-an, tehát 12.900-an vannak nevelőszülőknél, gyermek- és lakásotthonokban 8.200-an, és egyéb lakhatási vagy támogatási formát pedig még 410-en kapnak gyermekek és fiatalok. A nevelőszülőknél a nevelőszülőknek a száma 5500, és ebből az 5500-ból mindössze 300, akik hivatásos nevelőszülők, azaz főállásban végzik azt a hivatást, ami nagyon fontos és nagyon szükséges gyermekek testi és lelki fejlődése érdekében, és 3200-an vannak ebből az 5500 főből, akiknek semmiféle foglalkoztatási jogviszony nincs a nevelőszülők közül. Éppen ezért az elmúlt években több olyan lépést tettünk meg, hogy ennek a több mint 21 ezer gyermek és fiatalnak az életét segítsük, támogassuk, hogy könnyebb legyen akár az otthonokban lévő ellátás, lakás és gyermekotthonokban, és akár a nevelőszülőknél az ellátás, és ezzel kapcsolatban néhány dolgot hadd soroljak fel. Új Széchenyi terv keretében úgynevezett kiváltásos pályázat eredményeképpen 10 intézmény nyert a pályázatokon 2,7 milliárd forintért. A másik jelentős változás intézményfelújítási lehetőség, szintén közel 10 intézményt érint, és ezek az intézmények 590 millió forintért tudják felújítani, rendbe tenni a környezetüket. És van egy harmadik nagy Új Széchenyi terves pályázat, az pedig egy új javító intézetnek a felépítését szolgálja 2,25 milliárd forintért. Nagykanizsán fog felépülni, és mindenképp egyrészt azt a zsúfoltságot, másrészt azt a korszerűtlenséget, ami jellemzi a mai javító intézeti hálózatot, az fogja szolgálni és azt fogja segíteni. Éppen ezért emellett meg kellett tennünk további lépéseket is a felújítási pályázat, új építési pályázatok mellett, olyan lépéseket, amelyek mind a gyermekvédelemmel lévő gyerekeket is szolgálják, és egyben az ott dolgozókat is szolgálják, és ilyen gond az, amikor a pihenéseket, üdüléseket és közösségi programokat támogatjuk. Hagy mondjam el önöknek, hogy az Erzsébet tábor keretében tavaly 1400 gyermek üdülhetett gyermekvédelemből, idén már ez a szám 1600, 200 kísérőnek is támogatjuk a tábor osztatását. Emellett az Ágota Alapítványnak a táborát, ahol többnyire közel 500 gyermek is ott van, 2 millió forintból támogatjuk. És én kimondottan fontosnak tartom azt, hogy most már második évben tudjuk a Csíksomlyói Zarándoklatra, az Ágota gyermekvédelmi szervezettől, illetve a civil szervezettől a gyerekeket elvinni, 25 gyermeket 5 kísérővel fogunk Csíksomlyói Zarándoklatra elvinni. Mindezek mellett pedig, és vagy mindezeken felül, nagyon fontos azok a döntések, amelyek a nevelőszülőket és a gyermekeket közvetlenül is érinti, és olyan jogszabályi változásokat eredményezett, amely az ő életükben hatalmas nagy változást indít el 2014. január 1-től. Az egyik ilyen változás, hogy 12 éves kor alatt nem lehet gyermekotthonba, lakásotthonba gyermeket elhelyezni, kivételes esetek persze lehetnek, hogyha nem találunk nekik befogadó családokat,
hogyha fogyatékossággal élnek, és nem tudjuk őket elhelyezni, de egyébként főszabály szerint nevelő szülőkhöz, családba fogadó szülőkhöz kell, hogy kerüljenek. Minden mellett pedig az átgondozásról is kell, hogy gondoskodjunk, ami azt célozza, hogy a már gyermekotthonokban lévő gyerekek is néhány év után lehetőség szerint nevelő szülőkhöz, családba fogadó szülőkhöz kerüljenek. Minden mellett pedig nagyon fontos ezeknek a szülőknek a képzése is, és itt szintén az új Széchenyi terven keresztül az Apor Vilmos Katolikus Főiskola segítségével olyan képzést indítunk el, amely nevelő szülői képzésnek az időtartalmát meg sokszorozza a jelenlegihez képest, a képzésnek az anyagát is, és hát minden olyannal ellátja azokat a szülőket, amelyek egyébként is egy szülőnek kell ahhoz, hogy a gyermeket neveljenek. Ez a képzés több mint 1 milliárd forintos támogatással indult el néhány hónappal ezelőtt. És a másik nagyon nagy változás a nevelőszülői hivatásnak a segítése, mégpedig azzal, hogy jövőre egységes foglalkoztatási jogviszonyba fognak kerülni a nevelőszülők. Ezzel biztosítjuk nem csak az egészségügyi ellátásukat, ami teljesen természetes, hogy most is biztosítva van, de biztosítani fogjuk a nevelőszülőknek a nyugdíj ellátását is. Így az a jogviszony, amivel ők vállalják ezt a hivatást, vállalják gyermekek felnevelését, mindenképpen segítséget fog kapni a jövőben. És befejezésképpen, amiről János, Kotenc János beszélt, én nem atya vagyok ennek a kezdeményezésnek, hanem részese és örömteli részese. Az, ami történt most az elmúlt 3,5 hónapon keresztül, 4 hónapon keresztül az országban, miszerint több mint 19 megyében, 19 helyszínen sikerült olyan programokat szervezni, amelynek eredményeképpen több mint 1200 érdeklődő volt nevelőszülői hivatás iránt, és úgy néz ki, hogy 630-an jelentkeztek is erre a hivatásra. Ez egy óriási lehetőség, óriási szám, és a korábban felsorolt intézkedéseket, a korábban felsorolt célokat, amelyeket elmondtam, ezeket fogják szolgálni azok az új nevelőszülők is, illetve a jelenlegiek is, azért, hogy lehetőség szerint mindezek a gyermekek, akikről beszéltem, nehéz sorsú, nagyon nehéz élethelyzetű gyermekek, lehetőség szerint családban nevelkedjenek. És befejezésül egyetlen egy gondolatot még hagy mondjak, hiszen örökbefogadásról is szól ez a mostani kampányunk, és hála Istennek, annak eredményeképpen, hogy ez a kampány elindult, hogy 19 megyében nagyon sokan részt vettek ebben a szervezésben, beindult nagyon sok felől az igény az örökbefogadásnak a növekedésére is. És ezt szolgálták az örökbefogadói szülőknek a jelentkezésére is. És ezt szolgálták egyébként megint csak azok az intézkedések, amelyeket a kormány, illetve az országgyűlés meghozott az örökbefogadás területén. Egyszerűsödött az eljárás, sokkal észszerűbb lett az eljárás, és hozzáteszem, az elmúlt év eredményeképpen növekedett is az örökbefogadott gyermekeknek a száma, ami mindenképp azt hiszem mindenkinek jó. Jó a gyermekeknek is, és természetesen jó a szülőknek is. Köszönöm szépen a figyelmüket és azt a lehetőséget, amit Püspök atya, a szegediek, Csongrád megyeiek és Jánosék a Szent Ágota Alapítványon keresztül adtak, hiszen olyan célt érünk el, és olyan feladatot szolgálunk, ami mindannyiunknak közös ügye. Mindannyiunk közös adófizető pénzéből tartjuk fent, és aki itt szülő közöttünk, az nagyon jól tudja, hogy micsoda küzdelem egy-egy gyermeknek egy felnevelése. És hogyha olyan gyerekekről beszéltünk, akik lelkileg beszélünk, akik lelkileg sérültek is, akiknek az élet nem adatott meg annyit, mint a vér szerinti gyermek felneveléséhez, ott még inkább hatványozottabb ez a feladat, és éppen ezért mindazok, akik ezért tesznek, akik ezt vállalják, azokért csak köszönetet szeret, vagy azoknak csak köszönetet szeretnék mondani, és továbbra is mind az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mind pedig hát a kormány, és hozzáteszem az országgyűlés is, mindent meg fog tenni az ő munkájuk érdekében. És egy mulasztásomat azért hagy mondja, és kettő, bocsánat, mert miniszter úr jelentette volna be a következő dolgokat,
De miniszter úr elnézését kéri a média jelenlévő képviselőitől is, és mindenkitől, akik itt vannak, de kormányülés tegnap oly mértékben elhúzódott, hogy holnap is folytatódik, és ezért minden programja csúszott. Nagyon szeretett volna itt lenni, és a következő három dolgot ő jelentette volna benne. Csográd megyében felújításos pályázatot nyert Fábio Sebestyén önkormányzata az Erzsébet otthon idős ellátáshoz 180 millió forintot, új Széchenyi terv keretében. Szentes önkormányzat hajléktalan ellátásban 97 millió forintot, és hogyha már itt vagyunk vendégként, akkor azt kell mondani, ajándékot is hoztunk a Szent Ágota alapítványnak, hiszen lakás otthonainak korszerűsítésére új Széchenyi terven keresztül 90 millió forint támogatást nyertek. Én a pályázóknak gratulálok, és hát jó kivitelezést, utána pedig hát örömteli bentlakást kívánok. Köszönöm szépen a figyelmüket. Kedves püspök atya, a munkatársaimnak adtál egy elég nehéz feladatot, remélem megoldják. Ezen túl az állami normatívát adományként fogjuk szociális és gyermekvédelem területén eljuttatni. Hogy ezt hogy lehet pontosan megoldani, az legyen az ő bajuk, utána meg följön az OTP vezetőinek a feje, hogy hogy duplázzák meg ezt az összeget. Kedves megjelentek, tisztelt hölgyeim és uraim, először is nagyon szépen köszönöm azt a meghívást, amelyet most már talán harmadszor fogadtam el, és jöttem önök közé nagy örömmel. Ha megengedik, akkor egy történettel kezdeném. És a történeti filmek előtt is van egy fölvezetés néha, valami ilyen szöveggel, hogy a szereplők és a szituációk hasonlósága csak a véletlen egybeesése, más nem kell mögötte keresni. Az 1800-as évek közepén élt Boszkó Szent János. És amikor Torinóban az 1800-as évek közepén azt a házat, amelyet gyermekeknek tartott fent, rászorult, elesett gyermekeknek tartott fent, és tett meg értük papként mindent, hogy neveltetésüket, életüket segítse, akkor nagyon sokan ferdeszemmel néztek rá, rosszallóan néztek rá, sőt, voltak, akik akadályozni is akarták a munkáját. Talán nem szentségtörés ebben a gyönyörű dombban, hogy elmondjam azt a részletet is ebből a történetből, amikor két paptestvére gondolta azt, hogy be kéne szüntetnie Jánosnak, Boszkó Szent Jánosnak ezt a munkáját. Mégpedig egy trükkel mentek el hozzá, hogy szeretnék meghívni egy vacsorára, egy hintóba be akarták szállítani, vagy léptetni, de ő valamit megérzett ebből a dologból, ugyanis valahogy kiderült, hogy gyógyintézetbe akarták bezáratni Boszkót, Szent Jánost, Don Boszkót. És hát ezt megérezte Jánosunk, és a következőt tette, előre engedte a két paptestvérét, majd rájuk csapta az ajtót, a hintós kocsisnak mondta, hogy induljon el nagyon gyorsan a kocsival, meg se álljon az elmegyógyintézetig, majd ott már várták őket azok az emberek, akik a zubbonyt ráadták, amit egyébként Don Boszkónak szántak. Ezt követően pedig az állami hatóságok próbáltak szembe menni azzal a tevékenységgel, felforgatóként, és sok mindenkit tekintették azt a munkát, amelyet ő teljes szívvel, sok tucat, sok száz gyermek érdekében, még egyszer hangsúlyozom, árva gyerek, elesett, rászoruló gyermek érdekében tett. Befejezésül még egyszer a szereplők és a szituációk hasonlósága csak a véletlen egybeesése. Éppen ezért annyit hagy mondjak önöknek, hogy mindazok, akik családjuktól elszakított, sokszor kitaszított gyermekeket gondoznak, nevelnek, azok talán duplán teszik meg azt, amit szülőként, nagyszülőként amúgy is kötelességünk. És ilyen értelemben én nem teszek különbséget, hogy most az a gyermek gyermekotthonban, nevelő otthonban, akár pedig családba fogadó otthonban nevelkedik, hiszen mindegyik feladatra, mindegyik munkára, mindegyik tevékenységre óriási nagy szükség van.
Ma Magyarországon 21.000-22.000 gyermek, csecsemő, illetve ifjúkorúról kell gondoskodnunk. Hatalmas nagy szám. Egy közepes magyar városnak a lélekszáma. De mégis azt kell mondanom, hogy mind a mellett, hogy a gyermekotthonok, lakásotthonoknak a tevékenysége nagyon fontos, elengedhetetlen, talán mégiscsak többet ad valamivel, már a erejénél fogva, már a lelki hátterénél fogva is, a nevelőszülők, a befogadó szülőknek a tevékenysége. Mindaz, aki gyermeket nevel, mindaz, aki saját gyermeket nevel, mindaz, aki elolvassa azokat a kutatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, és rávilágítanak arra, hogy egy gyermek neveléshez mi kell, mi a fontos, azok tudják a két következő fontos területet. Az egyik a testi fejlődése a gyermeknek, a másik pedig a lelki fejlődése a gyermeknek. És ezt a lelki fejlődést én azt gondolom, leginkább családba kapja meg a gyermek. Még egyszer hangsúlyozom, megkaphatják, és sok helyen meg is kapják, gyermekotthonokban is, lakásotthonokban is, de egy család az mégiscsak család. És nem véletlen az, hogy a magyar kormánynak az a küzdelme, amely akár az Európai Unió belül is, akár országon belül is, a család értékének az újra gondolása, újra megerősítése, az értéknek az újra felemelése érdekében teszünk, az mindenképp szolgálja azt, hogy azok a gyermekek, akik adott esetben kikerülnek egy-egy ilyen családból, azok más befogadó családokhoz kerüljenek. És persze a megelőzés is fontos. Megelőzés olyan szempontból is, hogy lehetőség szerint ne kerüljenek ki a gyerekek. Hogy a családok megkapják azt a támogatást, megkapják azt a lelki támogatást és pluszt, azt az értéket is, hogy egyben maradva a gyermekeket nevelhessék, és a gyermekeket maguk között tarthassák. Éppen ezért az elmúlt időszakban és ennek a kampánynak a keretében is sok olyan célt próbáltunk megjelölni, és nem csak megjelölni, hanem adott esetben el is érni, amely nagyon fontos tudni, hogy ott van az emberi szívekben, ott van az emberi lelkekben, és ott van az emberi gondolkodásban. De sokszor nem merünk róla beszélni. Sokszor nem merjük ezt a területet, akár a média, akár a közösségek, az iskolák, vagy bárhol elmondani és beszélni róla. Ilyen a magzatoknak a helyzete, ilyen a magzatoknak az élete. Mindenki tudja, hogy mit jelent a magzati időszak. Sokan kérdezik, hogy miért hordom ezt a kicsi tappancsot a zakómon. Ez egy 10 hetes magzatnak a láb mérete és formája is. És 10 hetes korban szokták a gyermekeket, magzatokat abortálni. Közben már mindene megvan. És miért nem tudunk arról beszélni, miért nem lehet arról beszélni, hogy ezek a megszületett teremtmények igenis fontos részei az életünknek. És mindenki volt ilyen állapotban. És aki most itt van közöttünk, azok közül mindannyian voltunk ilyen állapotban. Éppen ezért a kampányunknak, illetve hát ennek a mostani gondolkodásunknak az egyik központja, hogy merjék vállalni a gyermekeket mindazok, akik adott esetben valamilyen oknál fogva lemondanának róluk. Merjék vállalni, és hogyha később, mikor megszülik, mégsem tudják lelki, anyagi, fizikai vagy bármilyen oknál fogva, akkor merjék örökbe adni. Mindenkinek jobb, nekik is jobb, hiszen nem viselik azt a terhet, ami évtizedekig adott esetben egy abortusszal jár. És mindazok a gyermek, akik meg megszületnek, olyan családba kerülhetnek, ahol szeretettel, örömmel fogadják őket. A másik terület, amit mindenképp szerettünk volna megcélozni, és ez a mostani rendezvényünk is ezt szolgálja a részben, hogy a megszületett gyermekek hova kerülnek? Örökbefogadó szülőkhöz, befogadó családokhoz, nevelőszülőkhöz. És éppen ezért mindegyik célt megpróbáltuk mind jogszabályi, mind más területen is nem csak segíteni, szolgálni, hanem megerősíteni. És éppen ezért én nagyon köszönöm munkatársaimnak, mindazoknak, akik itt vannak most is, államtitkárasszonynak, államtitkár úrnak, főosztályvezető úrnak és mindenkinek, és egyben azoknak a szervezeteknek, akik részt vettek a közös munkában, mi szerint el tudtuk azt érni, nem csak a magyar kormányon belül, magyar parlamenten belül, közösen képviselőtársaimmal, hanem az országon belül is azt a gondolkodást,
hogy jövőre 2014. január 1-től 12 éves kor alatt lehetőség szerint gyermekotthonba, lakásotthonba ne kerüljön gyermek. Lesznek kivételek, lesznek olyan élethelyzetek, amikor nem tudjuk őket nevelőszülőkhöz, családba fogadó szülőkhöz, örökbefogadó szülőkhöz adni, de mindenképp ez a fő cél. És akik látják az itt lévő kisgyermekeket, látják azt a szeretetet, ami körülveszi őket, látják azt a filmet, nézték azt a filmet, amit bemutattak nekünk Jánosék, tudják, hogy miért van ennek értelme. Aki csak néhány percet volt olyan gyermekek között, akik állami gondoskodásban nevelkednek, akik csak néhány órát, vagy napot, vagy hetet töltöttek el velük, azok mind tudják, hogy milyen lehetőség az, amikor egy gyermeket családba fogadnak, és szerető család veszi őket körül. És éppen ezért döntöttünk úgy, és képviselő társaimmal, illetve a kormány vezetésével, hogy 2014. január 1-től foglalkoztatási jogviszonyként fogjuk elismerni a nevelőszülőknek a hivatását. Hiszen ezáltal egy biztonságot adunk nekik. Egy biztonság és lehetőség abban a tekintetben, hogy az ő életük, az ő hivatásuk az nem csak néhány évnek a története, hanem a későbbiekben is fontos az ember, az állam számára, hogy ők biztosítva legyenek idősebb korukban is, akár a nyugdíjrendszeren keresztül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, éppen ezért én nagyon szépen köszönöm mindazoknak a munkáját, akik ebben a kampányban az elmúlt hónapokban részt vettek. Köszönöm a Szent Ágota Alapítványnak és munkatársainak azt az áldozatos munkát, amikor egyik településről a másikra napokon keresztül vándoroltak, saját családjaikat, befogadó gyerekeiket sem látva, azzal, hogy ők mások előtt hitvallást tettek. Mások előtt bemutatták ennek a hivatásnak a szépségét és gyönyörűségét. És természetesen a szervezőknek is. Köszönöm a kormányhivataloknak, a vezetőiknek is, akik sokan itt vannak közöttünk, a megyei vezetőknek, akik ezeket a programokat segítették helyiségekkel, hirdetéseken keresztül. És itt hagyj emeljem ki a médiát is. Sokszor sok vitánk van a médiával szemben. Sokszor én magam is bírálom, hogy olyan filmeket, olyan reklámokat, olyan üzeneteket közvetítenek, amelyek a családok rombolásához, a gyermekek szétszakadásához, családok szétszakadásához vezet. De most ebben a kampányban oly mértékben segítették a munkánkat, hogy én minden tiszteletet és köszönetet szeretnék feléjük kifejezni, és bíztatom is őket, hogy az a munka, amit elkezdtünk, az nem egy alapítványnak, nem egy egyháznak, nem az államnak a dolga. Ez mindannyiunk közös ügye. Azokért a gyerekekért, akikért teszünk, azért a több mint 21 ezer gyermekért és fiatalért, akikért közösen teszünk, azokért próbálunk úgy tenni, hogy közös adófizető forintjainkból a legjobban hasznosuljanak a megoldások. És amikor ők a felnőtt korban érnek, ami iszonyatosan nehéz hátrány nekik akkor is a kitörés lehetősége az ő életükben meglegyen, és éppen ezért külön köszönöm a média munkatársainak is azt a tevékenységét, amit akár a mai nap, akár pedig az elmúlt hetek, hónapok során kifejtettek. És befejezésül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha már az ember egy ilyen rendezvényre jön, már pedig örömmel jöttem, akkor ajándékot is hoztam. Ajándék az több is, és persze nem az én személyes ajándékom, hanem munkatársaimé, és sok-sok olyan munkatársé, akik szeretik és tisztelik a gyermekvédelemben dolgozóknak a munkáját, és éppen ezért néhány dolgot hagyd mondjak el. Egyrészt a Szent Ágota lakásotthonoknak a felújítására, a sikeres pályázatnak az eredményeképpen 90 millió forintos támogatást nyert el az alapítvány. Gratulálok, tudom, hogy iszonyatosan nehéz, és nehéz lesz megvalósítani is. De remélem, hogy mindazok, akik ott laknak, és mindazok, akik a lakásotthonokban nevelik, gondozzák gyermekeket, fiatalokat, azoknak segítség lesz hosszú távon ez az átalakítás. A másik egy lelki természetű ajándék, ami valóságban is megjelenik. 25 fiatal gyermeket, illetve 5 kísérőt fogunk támogatni, akik a csíksomlyói
búcsúra el fognak tudni utazni idén is, hasonlóan a tavalyihoz. Remélem olyan lelki feltöltődést ad a fiataloknak is, lelki feltöltődést a kísérőknek, de én abban bízom leginkább, hogy azok, akik ott lesznek azon a vonaton, ahol együtt utazhatnak a gyerekek, őnekik is ad egy olyan pluszt az életükben, ami adott esetben megfordítja az ő gondolkodásukat a gyermekvédelemben lévő gyerekek irányába. És egy harmadik, azt hiszem teljesen jogos kérésnek a teljesülését is hagy mondjam. Évek óta magam is néhány órában, néhány foci, néhány eltöltött óra keretében ott szoktam lenni a nyitó táboron, amit az Ágota szervez. Köszönöm és gratulálok a szervezőknek, tudom, mit jelent tábort szervezni és végigvinni gyerekekkel, és nem hogy néhány tucattal, hanem több százal még inkább óriási nagy feladat. Éppen ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében mondhatom azt, hogy 2 millió forinttal támogatjuk ezt a közösségi programot, és bízom benne. Szervezőknek köszönöm, nem elinni, hanem a gyerekekre költeni. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és a befejezésről csak annyit hagy mondjak, az élet ajándék, fogadjuk el, fogadjuk be. Köszönöm a figyelmet.